Csukd be a szemed, vegyél 3 mély lélegzetet, minden kilégzésnél fújt ki az összes feszültséget a testedből. És most érezd, hogy milyen könnyed a tested, szinte lebeg a karod, annyira könnyű, alig érsz a székhez. És most képzeld magad elé ezt a bolond személyiséget. Bújj bele a bőrébe. Érezd, ahogy a markában tartja ezeket a kis csillagjegyeket, ahogy játszik vele. Miközben egyensúlyoz a lábán ezzel a bottal. És figyeld meg, hogy mennyi energiája felhasználódik erre. Jó, érezd meg, hogy milyen érzés ez neki, hogy van ebben egy könnyedség, és egy nagyon erős fókuszáltság, de hogy igazából nagyon befelé van ez az egész. Jó, és most képzeld el, hogy körülötted megjelennek ajtók körbe. Így jó tág körbe, jó? Tehát nem olyan szűken. Figyeld meg, milyennek látod ezeket az ajtókat. Le is engedheted most a botot is, meg mindent, ami a kezedben van. Még mindig érezd, hogy könnyed vagy, hogy játékos. Te döntésed, hogy mit tartasz a kezedbe és mit nem. És ahogy megvizsgáld az ajtókat, figyeld meg, melyik hív, lehet, hogy több ajtó is. Lehet, hogy fénylik, vagy valami részlet fölhívja magára a figyelmet azon az ajtón. Nézd körbe, hogy melyik ajtók azok, amelyek hívnak. És tudd, hogy bármelyikre lehetőséged van, hogy belépj. És valamelyiket választ ki, ami úgy érzed, hogy nagyon hívogató. És ezzel a játékos könnyedséggel nyiss be. És nem az a lényeg most, hogy mit látsz, hanem hogy milyennek érzed ott, ezen a másik oldalon. Nyugodtan nyitva hagyhatod az ajtót, és csak figyeld meg, milyen energia. Lehet, hogy kép, érzed, vagy akár illat is fogadhat. De a lényeg, hogy milyen energiát érzékelsz, milyennek érzed itt magad. Oké? Most gyere, lépjél vissza, még mindig hagyd nyitva az ajtót. És nézd körbe, melyik azok az ajtók, amik még hívtak az előbb, és menj oda a következőhöz, ami hívott. És nyisd be. Lépjél át, hagyd nyitva az ajtót, és érzékeld ennek a térnek az energiáját. Milyen érzés, milyen érzetek, akár illatok fogadnak, meleg vagy hideg, és akár képek is jöhetnek. Jó, és most csak így ismerkedsz, hagyd, hogy hasonl rád, nem kell vele semmit kezdened, csak érzékelni. Nagyon jó, szuper. Oké, akkor most lassan lépjél vissza, hagyd nyitva ezt az ajtót is. Jó, és nézz körbe, volt harmadik ajtó is valószínű, ami hívott. Menj oda. Nyisd be, lépj át, és hagyd, hogy hasonl rád ez a tér. Figyelj az érzésekre, érzetekre. Milyen gondolatok fogalmazódnak meg benned. Milyen képek vagy színek azok, amelyek megjelennek. Thank you.
hogy érzi a tested magát ebbe a térbe. Jó, most lépjél vissza, hagyd nyitva az ajtót, és menj a kör közepére. Jó, és akkor nézz körbe, és lásd, hogy három ajtó is nyitva van, ami a jövőt felé vezet. És fogod tudni, hogy melyikre nyisd, tehát hogy ennek az energiája most már elér hozzád, és ő fog hívni, amikor arra kell menned. Sőt, engedd meg, hogyha szükséges, más ajtók is megnyílhassanak. És ugyanígy, ahogy most megtetted, ott is eldöntheted, amikor benyitsz, hogy bemész, vagy visszalépsz. Jó, tehát engedd, hogy ezek az energiák így érezhetőek legyenek, és csak engedd ezt a hívást. És tudd, hogy mindegyik abba a jövőbe vezet, ami neked jó. Egyik se jobb vagy rosszabb. Lehet, hogy időben nem mindegyik mostról szól. Lehet, hogy az egyik holnap lesz aktuális, lehet, hogy csak a jövő héten. De majd hívni fog. Érezd a nyugalmat, a békét, a bizonyosságot, a könnyedséget, és a kíváncsiságot. És most figyelj befelé, vidd a figyelmed a köldököd mögé, érezd, ahogy összekapcsolsz magaddal, miközben az ajtók fénylenek körülötted. Vegyél egy nagy mély levegőt, és nyere vissza ide ebbe a térbe és időbe.